Sok pusmogás és utalgatás után immáron nyilvánvalóvá vált, elkészülhet az utóbbi évek legjobban várt filmverziója, az Igazság ligája a rendezői változata. Videónkban feltárjuk a történetét és azt is, hogy mit várhatunk tőle. Úgy tűnik, a rajongók szava mégiscsak elér Hollywoodba, főleg ha olyan hangos, mint amilyen a Release the Snyder Cut mozgalomé volt, amely nem csupán cikkek, tweetek és Facebook bejegyzések formájában nyilvánította ki vágyát, hanem még óriás plakátokat és egyéb hirdetési formákat is bevetett annak érdekében, hogy tudassa a döntéshozókkal, az emberek látni szeretnék az Igazság ligája rendezői változatát. De miért is olyan fontos ez a változat? Nos, leginkább azért, mert a film mozikba került verzióját nem Zack Snydernek köszönhetjük. Pedig ez lehetett volna a magnum opusza, a javarészt általa felügyelt DC moziverzum korona ékszere. Azonban 2017 májusában minden megváltozott, mikor az Acélember és a Batman Superman ellen rendezője családi tragédiára hivatkozva bejelentette, hogy az utómunkálatok közepén feláll az Igazság ligája rendezői székéből, a megafont pedig Joss Whedon veszi át. Azóta millió dolgot lehetett hallani a döntés valódi okairól. Többek között azt, hogy a Warner nem volt elégedett a korábbi filmek teljesítményével, illetve borongósabb hangvételével, és ez olyan feszültségeket okozott, ami végül pálcatörésig vitte a dolgot. Valószínűleg a stúdió azóta is bánja, hogy nem sikerült valami jobb megoldást találniuk. A 2017 novemberében mozikba kerülő, jelentős mértékben átfazonírozott film ugyanis mind kritikai, mind bevételi szempontból messze elmaradt a várakozásoktól. Valószínűleg ennek hatására alakult ki az a rajongói tömb, ami azt követelte, hogy láthassa Snyder eredeti vízióját, amely merőben különbözött volna a mozikba kerülő filmtől. Kérésük pedig nem talált süket fülekre, az pedig csak olaj volt a tűzre, hogy mind a rendező, mind pedig a filmben játszó színészek kvázi felkarolták a Release The Snyder Cut mozgalmat. Így talán senkinek sem okozott sokkot, hogy az HBO Max 2020. május 20-án bejelentette, hogy 2021-re elkészül az Igazság ligája rendezői változata, amely a most induló streaming szolgáltató oldalán debütál majd. Nem meglepő az sem, hogy a régóta vágyott verziónak a Warner tulajdonában lévő szolgáltatás ad majd otthont, nem pedig a filmszínházak. A streaming háború előtt ugyanis nehezen lett volna elképzelhető, hogy a stúdiók nagyobb pénzeket fektessenek olyan portékákba, melyek moziban vagy fizikai hordozón valószínűleg nem sok vizet zavartak volna. Exkluzív tartalomként viszont a streaming szolgáltatás felé irányíthatja az embereket, akiket aztán ott tarthat a sok egyéb tartalom. No és miben lehet más ez a Snyder vágás? A rendező és írótársa Chris Terrio eredetileg azt tervezte, hogy az Acélember és a Batman Superman ellen után egy egész filmtrilógiát szánnak a ligának, és az öt produkcióból álló filmfolyam részről részre könnyedebb hangulattal, reménytelibb végkicsengéssel bírt volna. Az első Liga film még sötét és ijesztő lett volna, amit a Warner a Batman Superman ellent ért kritikákat követően megfúrt. Alig egy hónappal a forgatás megkezdése előtt alaposan át kellett írni a forgatókönyvet, hogy lazítsanak a hangvételén, ezzel párhuzamosan az időközben már leforgatott, a Snyder filmek oldalvizén evező öngyilkos osztagot pedig utóforgatásokkal és újravágással kellett új mederbe terelni. Snyder és Terrio last minute script tapaszokkal vette könnyedebbre az Igazság ligája hangulatát, aminek immáron szóló filmként kellett megállni a helyét. Így többek között kiesett az a motívum is, amit a Batman Superman ellennek az úgynevezett Nightmare jelenetében szellőztetett meg. A filmek főgonoszának eredetileg kijelölt, majd azokban csupán említés szintjén jelenlévő Darkseid meggyilkolta volna Lois Lane-t, Superman pedig a befolyás alá vette volna, aminek folyamányaként a világ az apokalipszissel szembesült volna. Batman és Cyborg kidolgozott volna egy időgépet, amivel visszaküldték volna Barry Allent az időben, hogy mentse meg Lois-t, így megakadályozva a világégést. Szóval ezért lett volna Lois a kulcsfigura, ahogy azt a Batman Superman ellen egyik, a Flash vendégszereplésével felvett és azóta sem megmagyarázott jelenetében megtudhattuk. A Warner DC élén is vezető csere történt, az irányítást átvevő Geoff Johns is belefolyt az Igazság ligája forgatókönyvébe, mi több még Ben Affleck is beleszagolt, nem titkoltan azért, hogy az akkoriban még általa rendezendő The Batman irányába is terelgesse kicsit a történetet. A benfentesek szerint az írók a tervezetnél egy jóval lineárisabb sztorival álltak elő, és többek között az eredetileg az öngyilkos osztagba szánt Steppenwolf átkerült az Igazság ligájába. A megszövegezett történet nagyjából lekövette azt, amit végül láttunk, azaz, hogy Bruce Wayne és Diana Prince csapatot verbuválnak szuperhősökből, felélesztik Supermant is, végül megküzdenek Oroszországban Steppenwolffal. Igen ám, de a cselekményben feltűnő valamennyi új szereplő vaskosabb háttérsztorit kapott volna, miközben a már ismert figurák története is tovább mélyült volna. Meg annyi olyan figura mozgott volna a filmben, akiket a végső változatból vagy teljesen, vagy javarészt kivágtak. A kukában kötött ki Lex Luthor,
Barry Allen szerelme Iris West, sőt az alakváltó marsbéli vadász is, Mera, Silas Stone jelenetei pedig csupán meglettek kurtítva. Snyder első változata, amit a Warner fejeseinek prezentált, nagyjából 3,5 órás volt. Ebből lett később a sokat emlegetett Snyder Cut, ami azon formájában sajnos bemutathatatlan volt, hisz a jelenetek javából hiányoztak a speciális effektusok, a vágás is nyers volt, csupán arra szolgált, hogy a stúdióproducerek láthassák kb. Milyen film kerekedhet ki az egészből, ha folytatják a munkát. Nos, ők nem voltak elégedettek a látottakkal, és ugyanezt valószínűleg soha egyik fél sem fogja megerősíteni, de emiatt jöhetett a képbe Joss Whedon, hogy alaposan megkurtítsa és leegyszerűsítse Snyder karakterekkel vastagon megrakott filmjét, és ha lehet, tovább szellőztesse annak atmoszféráját. A végeredményt ismerjük. És hogy mire számítsunk az új változattól? Nos, valószínűleg Snyder eredeti víziója a Zack Snyder's Justice League-re hallgató új verzióban sem fog visszaköszönni, de minden bizonnyal közelebb kerül majd hozzá. Újszerű lesz, az biztos, és ezt maga Snyder is megerősítette, mikor a Teenager-nek adott interjújában úgy jellemezte a saját változatát, mint egy teljesen új dolgot, ami egészen más élmény lesz, mint a mozi változat. Deborah Snyder, a film producere azt ígérte, hogy ez az új változat olyan hősöket épít majd fel, amilyeneket a nézők elvárnak, és úgy mutatja be őket, ahogy az a rövidebb mozi változatban nem volt lehetséges. És Darkseid is visszatér majd. Majd meglátjuk, milyen minőségben, minden esetre jelenleg a rendező és a producer is azon dolgoznak, hogy összetereljék a film utómunkálatain eredetileg dolgozó csapatot, hogy befejezzék annak képi és hangi effektusait, segítsenek a vágásban, a zenében és minden egyébben. Szó van arról is, hogy a szereplők is visszajönnének azért, hogy felvegyenek néhány új párbeszédet. A költségekről nem esett szó, de a bennfentesek 20-30 millió dollárról pletykálnak, ami egy új streaming szolgáltató zászlós hajójának szent bemutatónak elenyésző összeg. Hogy mennyire képlékeny a projekt, az azon is látszik, hogy még a formátuma sincs eldöntve. Könnyen lehet, hogy egy 4 órás masszív filmet kapunk, de egy 6 részes minisorozat eshetősége sincs kizárva, epizód végi cliffhangerekkel, ahogy az kell. Valószínűleg az HBO Max-nek ez utóbbi feküdne a legjobban, és hát nekünk se lenne kifogásunk ellene. Minden esetre a rajongók elérték azt, amit ritkán sikerül. Zack Snyder 2021-ben elénk tárhatja a saját vízióját az Igazság ligájáról. Hogy ez mennyire lesz jó, az viszont a jövő zenéje. És aztán... meglátod. Ez lenne hát a Snyder vágás története, illetve mindaz, amit a jövőre bemutatandó új változatról egyelőre tudni lehet. Nektek hogy tetszik a mozi változat, és mit vártok az újtól? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot. Sziasztok!